Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Hát szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Jobb irányba kéne haladni. Jobb irányba kellene haladni? Rossz az előjelet. De nem politikai szempontból jobb meg bal, tudod? Tehát a szó szoros értelmében értjük. Hát csak azért, hogy ne, hogy valaki hallgatóként félreértse ezt a jobb irányt. Nem ugye. Jó, tehát... Nem jobb oldalt mondtam, hanem jobb irányt. Oké. Okay. Nézzük akkor. És mi várható szerinted, hogyha ebbe az irányba alatt tovább a világ? Jó dolgok várhatok? Tehát megint fölteszem azt a kérdést, hogy, ki az, aki hisz abban, hogy van valami felsőbbrendű lény, amely valamilyen szinten ugye irányítja a dolgokat. Ki az, aki hisz valami ilyen Isten, vagy ilyen Isten-szerű lénybe, vagy valami ilyesmibe? Oké. Okay. Köszönöm. Tehát akkor mindnyájan. És szerintetek az emberek milyen része, hány százaléka hihet ebben a kérdésben? Tehát, hogy van valami felsőbbrendű lény. Hát mondjuk csak itt Magyarországon. 20-30. Tehát akkor azt mondjátok, hogy a 20-30 százalék valamilyen szinten hisz Istenbe? Igen, valamibe. A többi nem. Elég borulátóan látjátok ezt a kérdést, nem? Én is azt gondolnám, hogy több, mint a fele. Igaz, hogy a vallás. Csak az, hogy a vallásokhoz. Igen. Azonban, amik a templomba járó. Hát nem kell az feltétlenül templomba járni. Jó, most a felnőtt lakosságot nézzük, ne a gyerekeket, jó? Most a gyerekeket hagyjuk ki ebből a szórásból. Tehát a felnőtt lakosságot nézzétek. Tehát mondhatnánk, hogy több, mint fele, nem? Nem. Nem? A fiatalokat nézd meg. A fiatalok. De milyen? 21 éves korig hagyjuk ki, ma azok gyerekek. Még a 20 éves is. Jó, 21 fölött nézzük. Tehát most mondom, hogy fiatal korosztály, a gyerekeket hagyjuk ki. Tehát 21 fölött nézzük, mert mondom, igazából a felnőtteket kell nézni, és az nem 18, hanem 21, de jó, mondjuk az csak 3 év, mindegy. Tehát 21 fölött halálig. Na, szavazzuk meg ezt a kérdést. Ha bajban vannak, akkor mindenki hisz. Igen, így van. De a zuhanó repülő nincs ateista. Süllyedő hajó sincs ateista, igen. Lehet, hogy azt kéne csinálni, tudod, a reművők kell, hogy valami ilyen helyzetbe hozni őket, hogy rögtön higgyenek. Imádkozzanak helyzetbe, bár mondjuk lehet, hogy a fentiek erről gondoskodnak majd, hogy imádkozó helyzetbe kerüljenek. Na szóval mondjuk 50%, maradjunk ebbe a számba, jó? Ez, de én szerintem több, na mindegy. Maradjunk úgy minden második ember, nem? És akkor, tehát minden második ember hisz valami felsőbbrendű lénybe. Maradjunk egyben, nem? Na most, ha hisztek az emberek ebbe a felsőbbrendű lénybe, akkor mit csinálhat ez a felsőbbrendű lény?
Tehát úgy értve mit csinálhat, hogy itt a világunkban, a világban mit csinál? Ha már felsőbbrendű lényről van szó. Csak úgy van, azt szemlélget. Na, a gyerekek mit csinálnak, ott játszanak a földön. Mit? Súg nekünk. Tehát ha mondjuk neked van gyereked, akkor te mindent hagysz és ráhagysz, nem? Tehát az a jó nevelés, hogyha a gyerekre mindent ráhagysz, nem? Nem? Jó, oké. Na most szerintetek, ugye akik hisznek a felsőbbrendű lénybe, azok hogy gondolhatják azt, hogy hát itt vannak lenne, ugye a földi emberek, mondhatjuk, hogy a gyerekek, nem? Hozzájuk képest. Ugye mondhatnánk azt, hogy a gyerekeik vagyunk mi, nem? És akkor itt mindent ránk hagynak. Miért? A gyereknél is? Akkor lehetne azt mondani egy szülőnek is, hogy hát a gyereknek is szabad akarata van. Na most ugye ezt a szabad akaratot én azért ugye megcáfolnám. Például most mondok egy példát, valaki elindul egy szellemi fejlődés útja, és onnantól kezdve nem tehet azt, amit akar. Miféle szabad akaratról beszélünk akkor? Tehát egy olyan ember, aki nem indult el a szellemi fejlődés útján, az azt gondolhatja, hogy szabad akarat van, de a szabad akaratból az lesz, hogy tele lesz problémába. Tehát ha annyira szabad akarat lenne, akkor az embernek nem lennének problémái. Tehát nem lennének olyanok, hogy mondjuk egy cselekvésnek az emberre nézve valamikor később, egy negatív cselekvésnek valamikor később negatív hatása lesz vissza csapódva rá az illetőre. Ami azt jelenti, hogy az illető az valamilyen problémával fog rendelkezni, azért, mert ő valamilyen olyan dolgot tett, amit nem kellett volna. Na most, ha annyira szabad akarat lenne, akkor nem lennének okozati összefüggések, és nem lennének a cselekvéseknek utólagos negatív következményei, már mint a negatív cselekmények. Tehát akkor az emberek szabadon tehetnének bármit. Ez olyan, mint hogy a gyerek is szabadon tehet bármit, csak aztán következménye lesz annak, nem? Tehát ez a szabad akarat azt jelenti, hogy megtehetjük, amit akarunk, csak következménye lesz. Nem? Hát te is, mit tudom én, csinálhatsz szabad akaratból bűncselekményeket, csak következményekkel, nem? Ha elkapnak. Na most, ugye itt a Földön valaki csinál bűncselekményeket, és a törvény elkapja, az az emberektől függ. Hogy elkapják a bűnözőt, vagy nem kapják el. Ugye a nyomozók elkapják, vagy nem kapják. Hát ugye, hogyha valaki olyan cselekvény végez, ami ugye ártó tett, és mondjuk nem bűncselekmény a törvény szerint, de mégis ártó tett, akkor a fentieknek az nem kérdés, hogy elkapják vagy nem. Sokkal jobb a hatékonyság. Hát eleve ott kezdődik, hogy minden gondolatunkat ismernek. Tehát amit te gondolsz, bármit az életedben, az elmentődik, és ők meg szemmel tudják tartani a gondolataidat is. Nem mondja a cselekvést, a gondolataidat is. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy
hogyha valami olyat gondolsz, amit nem kéne, akkor azt is tudják, meg ha olyat gondolsz, amit kéne, azt is tudják. Tehát nem, hogy cselekedni kell, hanem gondolsz valamire, és onnantól kezdve tudják, hogy mit gondoltál. És méghozzá másodperc töredéke alatt, mert másodpercenként 50 képet rögzítenek hanggal, mindennel, érzékelésekkel együtt. És onnantól kezdve, ha azt gondolja az ember, hogy nem tudják azt, amit az illető tett, akkor óriási tévedésben van. Például, itt van egy bűnöző, és mit tudom én, mondjuk, ne a főbűnt nézzük, csak rabló. Jó? Tehát nem tolvaj, hanem rabló, legyen egy kicsit súlyosabb. Tehát erőszakosan vett el valamit, ugye az a rabló. Tehát hogyha ugye nem volt erőszak az elvételben, tehát csak így ellopott valamit, úgyhogy a másik nem tudott, az a lopás. Ugye, hogyha ez súlyos, akkor ugye az rablás. Tehát ott abban van erőszak. Na most tételezzük fel, mondjuk valaki rablást követ el, de nem kapják el a hatóságok. Tehát a rendőrség nem kapja el, tehát megúszza. De a fentiek által nem úszza meg. Ami azt jelenti, mivel ártót tett, olyat tett, ő azért bűnhődni fog ebben az életében. Na most, ami azt jelenti, hogy a fentiek azok tudják, hogy azt elkövette, sőt azt is, hogy hol lehet azt az illetőt megtalálni. Értitek? Tehát az azt jelenti, hogy egy olyan világban, ahol körülbelül úgy levezhetnénk ezt, mint a családban, ahol vannak a gyerekek, és akkor vannak a szüleik. És ugye a gyerek, ugye valamit tesz, akkor a szülő tud róla. Sőt, ha jót tesz, akkor jó következménye van a cselekvésének a gyereknek, ha rosszat tesz, akkor rossz következménye van a cselekvésének a gyereknek. Na most akkor gondolj bele, hogyha az emberek hisznek abban, hogy vannak felsőbbrendű lények, vagy legalább van egy felsőbbrendű lény, amit ugye Istennek hívnak, akkor ugye onnantól kezdve kérdezem, és te is megkérdezhetnéd tőlük, mert nagyon egyszerű, megkérdezed, hogy te hiszel valami felsőbbrendű lényben, mondjuk valami istenszerűségben. És akkor, ha azt mondja, hogy igen, akkor utána meg lehet kérdezni, és szerinted meddig tolerálják azt, amifelé jelenleg halad a világ? Meddig tolerálják azt, hogy az embereknek mondjuk a 70-es évektől a 80-as évek közepétől egyre rosszabb világszinten. Ezt meddig tolerálják? De nyugodtan megkérdezheted, nem? Vagy megkérdezhetnéd? És akkor ez a normális, hogy egyre rosszabb és rosszabb. Az a normális, hogy az emberek egyre rosszabbul intézik az élethelyzetüket? Mert egyre rosszabbul intézik. Nem? Hát nem egyre jobban intézik az élethelyzetüket, hanem egyre rosszabban. Tehát ki kellene egy kicsit nyitni az emberek szemét. Ma körülbelül azt lehet mondani, hogy az emberek 4%-a spirituálisan nyitott bár valamilyen szinten. De az 50% az nem 4%. Nem, az 50% az 46%-kal több, nem? Tehát aki hisz egy felsőbbrendű lényben, annak ki lehetne nyitni a szemét. Nem gondolod? Tehát én nem hiszem, hogy
olyan nagyon ateisták voltatok régen. Gondold végig. Ateisták voltatok? Nem hiszem. Biztos, hogy. Azért mondom, most gondol, indulj ki magadból. Te is valamikor, neked is valamikor kinyílt a szemed, nem ateistaként. Nem? Tehát tételezzük fel, hogy vannak az ateisták, ugye a fele a társadalomnak itt Magyarországon. Nem tudjuk pontosan meghatározni, de mondjuk azt, hogy a fele. Mondom, gyerekeket vegyük le. De minden második ember nem az. És ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Nem kellene az embereket megnyitni. Én tudom, hogy sok nyitogató személy van a bolygón, olyan előadó, olyan spirituális előadók, akik valamilyen szinten nyitogatnak, csak az még kevés. Az arra volt jó, hogy a 4%-ból mit tudom én, hány százalék megnyíljon. De mi lesz a többivel? Fogy az időnk. Fogy az időnk. 2035-ig létre kell hozni a bolygón az aranykort. Nem egy országban, hanem a bolygón az aranykort. Számoljátok ki, a 2035 az hány jön ki? Az egyes, nem? 2 meg 3, tehát az azt jelenti, hogy 2034-re kell megcsinálni. Tehát 2035-ben már megy az aranykor. Világos ez? Tehát 2004-ben lekezd, vagy 2034-ben, nem 2004-ben, 2034-ben le kell zárni ezt a fajta működést, mint ami most van. Oké? És 2035-ben már aranykornak lenni, kell lenni. Tehát 2034-ig akkor hány évünk van? 15? Annyi, nem? Nem egész. Mondjuk 15 év. És az azt jelenti, hogy itt van a következő 6 év. Ebben a következő 6 évben kell eldőlni annak, hogy ki ébredezik. Érted? De hát, hogyha bolygószinten nézzük ezt az egészet, akkor az azt jelenti, hogy minden másod, hát mondjuk a bolygó jobbak az arányok, mint ugye a fehér ember esetén, mert a színesek közt, tehát a színes bőrűek között jobbak az arányok, tehát ami azt jelenti, hogy több a istenhívő. A fehérek ilyen elfajzottak, mint mi vagyunk. Ugye? Tehát mi vagyunk itt ilyen ateisták. Ők nem igazán. Hát nyilván ott is van, de nem ilyen arányban. Ami azt jelenti, hogy itt van egy 8 milliárdos bolygó, mármint 8 milliárd lakossa, és hát ugye mondhatjuk azt, hogy abból 6 milliárd az valamilyen szinten hisz, legalább. Sőt, lehet, hogy azt tudnám mondani, hogy még több. Mármint valami felsőbbrendű lénybe. Csak nagyon egyszerű, mert csak azt kéne végig gondolni, hogyha van felsőbbrendű lény, ugye mi tudjuk, hogy van, de hát akik nem tudják, ugye, hogyha van felsőbbrendű lény, akkor úgyse fogja örökké hagyni, hogy tehát nem fogja azt hagyni, hogy a rossz eluralkodjon a bolygón. Értitek ezt? Tehát most gondolj bele, vajon az jó iránye, hogy mindent be kell kamerázni, és mindent meg kell figyelni. Az jó iránye. Na most,
De ugye jó ember vagy, nem? Tehát jó emberként művelnél ilyet? Hogy mindenkit megfigyelni, meg mindenkit bekamerázná? Egy gonosz ember biztos, hogy ezt csinálná, nem? De egy jó ember ilyet nem csinál. Tehát akik ezt támogatják, és ezt ösztönzik, meg ezt szorgalmazzák, hogy mindent megfigyeljenek, és mindent bekamerázzanak, azok a jót szolgálják. Ki van csukva, nem? És ugye erre felé halad a trend. Nem? Akkor nézzük a másikat. Hát ugye van már olyan törekvés, hogy az embereket becsippelni. Tehát, hogyha esetleg nem tudják megfigyelni, mert mondjuk fölvesz valami olyan valamit, ami által nem tudják megfigyelni. Mert ugye lehet például, mit tudom én, mert már olyan kamerák is vannak, hogy íris. Tehát a szemén keresztül ugye az íriszt. Hát jó, de ahhoz föl lehet venni valami olyan napszemüveget, amivel nem látják az íriszt. Tudod, és már meg is van oldva ez a kérdés. Tehát minden ellen lehet védekezni, érted? Ezért ugye, hogy az emberek ne tudjanak védekezni, ezért ugye be akarják csippelni az embereket. És arra hivatkozva, hogy milyen egyszerű lenne úgy fizetni, tudod, hogyha van benned egy csip. Mert baromi bonyolult egy kártyát vinni az embernek magával, nem? Én úgy látom, egyikünk sem puccosan van itt, nem? Hogy nem tudja a kártyáját valahova rakni. Mondjuk a nőknek könnyebb a helyzet. De érted? Nem vagyunk puccosan. Tehát valamilyen eszközünk van, amivel egy ilyen kis pici kártyát tudunk vinni, nem? Hogy fizessünk. Most onnantól kezdve nem tudom, kit lehet megetetni azzal, hogy ez milyen jó lenne, hogy egyszerűen csak, mit tudom én, benned van a csip, és akkor tudsz közlekedni, meg levonni, meg mindent. Hát ezt magyarázzák az anyjuknak. Körülbelül ebben kapcsolatban ezt tudom mondani. Mert lehet, hogy az elhiszi, de mi nem vagyunk ennyire ostobák. Na szóval a lényeg az, hogy most gondoljátok végig, most ha ugye te jó ember vagy, te becsippelnéd az embereket, hogy megfigyeld azt, hogy pontosan tudjad, hogy ő hol tartózkodik. Mert ezt a célt szolgálná. Hogy hajszál pontosra, mit tudom, mi méterre meg tudják mondani, hogy te éppen hol tartózkodsz a bolygón. Mert ezt a célt szolgálná. Tehát jó emberként te csinálnál ilyet? Hát még rosszként sem, nem? Nem vagy jóként. Na most akkor gondolj bele ezt, milyen érdekeket szolgál? A jó Isten érdekeit, vagy a gonosz érdekeket szolgál? Hát ez azt jelenti, hogy szépen megyünk a gonoszság felé. Most akkor nézzünk más dolgot, jó? Hát nézzük például azt, hogy mondjuk nem tudom, megfigyelted-e, hogy erről majd a második részben egyébként lesz szó, hogy a középréteg az csúszik lefele. Főleg a gazdagokhoz képest. A gazdagok meg az összes többi emberhez, a szegényhez is, meg a középréteghez is gazdagszik. Tehát a gazdagok olyan gazdagok már, hogy soha ilyen gazdagok a Földön nem voltak emberek. Tehát a királyok azok kisinasok lehetnek hozzájuk. Mint amilyen gazdagok, most már gazdagok. Na most tehát, mondjuk jó emberként nézve. Tehát akkor az a cél, hogy tehát afelé haladunk, ha jobban megnézed, hogy legyen egy szűk kör, amelyik nagyon gazdag, az összes többi meg éppen hogy eléldegél. Na most ez a jó irányba haladás? Tehát ezt a jó Isten
gondolatát szolgálja, akkor ez is valami gonosz szolgálat, nem? Na most akkor gondoljátok végig, hogyha minden afelé halad itt a bolygón, hogy a gonosz hatalma, akarata érvényesüljön, akkor ezt a bolygót a gonosz hozta létre? Hát biztos, hogy nem. A születésünk az a gonosz által történt? Biztos, hogy nem. Akkor ez azt jelenti, hogy a gonosz az mit akar itt ebből a bolygóval vagy ebből az emberiséggel? Logikusan. Hát meg akarja szerezni, nem? Nem? Ez egyértelmű. És akkor mondjuk te lennél a jó Isten, akkor te hagynád. Logikusan gondold végig. Biztos, hogy nem. Hát ezzel kapcsolatban mondanám, hogy már egy jó ideje, kb. Másfél millió éve állandó harcban áll a gonosz, meg a jó. Állandó harcban. Ami annyit jelent, hogy hát most ez is egy harc, hogy sikerül a gonosznak elvakítani az embereket, vagy elbutítani az embereket, és a jó ez meddig tűri? Ezt meddig tűri? Hát mi a végső megoldás? Tehát mit tudom én mondjuk, tételezzük fel, mondjuk, tudom, a kertetben lenne egy mély család. Ugye mi az? Egy hasznos állat, nem? Virágot porozza, stb. Stb. Nem? Semmi gond, nincs velük, békések, főleg ezek az európai méhek, ezekkel semmi probléma nincs, ha nem bántják őket, nem? De ha a kertedben mi lenne, megvadulnának és állandóan támadnának? Hát mit csinálnál velük? Hát biztos, hogy kifüstölnéd őket, nem? Azt tuti. Ugye, mert a méhekkel szó szerint azt szokták, ha nem akarják elpusztítani őket, akkor kifüstölik őket. Na most szerinted? És akkor gondold végig, most én tudom, hogy te azért vagy itt, mert tudod a válaszokat. De az 56% vagy az a még annál is nagyobb arány, ugye aki hisz valami felsőbbrendűben, vagy nem 56, 46 akarom mondani, 46%, az annak, hogyha beszélsz ezekről a dolgokról, akkor lehet, hogy elgondolkodik, nem? És akkor ugye meg lehet kérdezni, hogy abban, amiben hiszel, akkor jársz is valahova? Mert ugye a legtöbb még templomba se járt, tehát a vagon nincs, hogy ilyen elvakult hívő legyen. Tehát ami azt jelenti, hogy ki tudod nyitni az emberek szemét, ha ilyenekről beszél. Csak itt beszélgetés szintén, hogy kérdezgetsz. Érted? De ezt lehet ezt a kérdezgetést személyesen is megtenni, vagy személyesen az interneten keresztül megtenni, akár írásban, akár szóban, nem? Tehát ugye, ha nem feltétlen, nem feltétlen azt kell kérdezni, hogy Istenben, hanem valami felsőbbrendű lényben. És akkor meg lehet kérdezni utána, hogy milyen, miben hisz. Miért mondom ezeket? Mert az a legvégső megoldás, hogyha nem változunk meg, és egyre rosszabb lesz az emberiség, most gondolj bele, hogy az emberiséget megfigyelik, az emberiséget elszegényítik,
akkor nem jobb hangulatú lesz az emberiség, hanem még rosszabb hangulatú lesz. Ami azt jelenti, hogy a rossz hangulattal együtt jár a problémák létrehozása. És a problémák létrehozása pedig elég sok gondot okoz az embereknek, ami azt jelenti, hogy olyan meggondolatlan lépéseket tudnak tenni, amikor az ember rossz állapotú, amit jó állapotban nem tenne. És ezek a meggondolatlan lépések, ezek nem csak önmaguk számára, hanem mások számára sem jó. Arról nem is beszélve, hogy azért az a kb. 8 milliárd ember azért nem kis lélekszám. Tehát nem annyi, mint mondjuk, mikor 1 milliárd volt, hanem 8-szor akkora. Az azt jelenti, hogy mi minden gondolatunkkal teremtünk, vagy rombolunk. Mi emberek. Minden gondolatunkkal. Ez jól megfigyelhető, hogy egy rossz gondolkodású ember, tehát akinek a gondolatai tele vannak negatív gondolattal, annak nézd meg a saját tulajdonában lévő tárgyakat, eszközöket. Nincsenek jó állapotban. Rendszeresen elromlanak a műszaki dolgok. Azoknak, akik viszont jó állapotban vannak, a jó állapot az azt jelenti, hogy a gondolataik helyesen működnek, tehát pozitív gondolataik vannak, és nem nagyon van negatív gondolatuk, vagy nincs, de hát az ritka. Akkor megnézed a tárgyakat a tulajdonukban. Akkor rájössz arra, hogy az ő tárgyaik jó állapotban vannak. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember pusztán a gondolatával hat a tárgyakra. Nekem volt egy ismerősöm, már nem él, kivonták a forgalomba, gyorsan kivonták, aki arra dicsekedett, hogy bemegy egy helyiségbe, és kiég a lámpa. Biztos te is hallottál már erről. Erre dicsekedett. Hát, ha helyesen gondolkodott volna, akkor nem ment volna ki a lámpa. Akkor nem égett volna ki. Tehát egy ember, aki gondolatával, mit tudom, tönkretesz egy eszközt, akaratlanul vagy akarva, mindegy, csak a gondolatával, hát akkor az nem túl helyesen gondolkodik. Már ki is vonták a forgalomból egyébként, 3 nap alatt. Tehát egy jó képességű ember volt egyébként, csak szépen elkezdett elromlani a hangulata, és ahogy elkezdett elromlani a hangulata, egyre több negatív dolgot hallottunk tőle. És hiába mondtuk, hogy ezt ne csináld, vagy azt ne csináld, vagy ezt ne tedd, mégis csinálta. Mi fogták ki és vonták a forgalomba. Tehát lényeg az, hogy mi emberek úgy működünk, hogy van, akinek nyilvánvalóan erősebb ez a mentális energiája. Van, akinek gyengébb a mentális energiája. De mindenkinek van. Kivétel nélkül. Ezen a bolygón nincs olyan ember, akinek nincs mentális energiája. Ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy hogy gondolkodik, attól függően hat az anyagra. De nem csak az anyagra, hanem az élő lényekre is. Megnézed, egy rossz állapotú ember, aki tele van negatív gondolattal, a tulajdonában lévő állatok is rossz állapotban vannak. Például a kutyája mondjuk beteges.
stb. Stb. Egy jó állapotú embernek egészségesek az állata is. Nem azért, mert elviszi orvoshoz, hanem azért, mert nem betegszik meg. Tehát ami azt jelenti, hogy a mi energiánk, mentális energiánk, az hat az állatra. A mi gondolataink hat az állatra. Nézd meg, egy növényre, növényt elkezdesz utálni, tönkre megy. Egy növényt elkezdesz szeretni, virágzik. Érted? Gyönyörű fejlődést mutat. Tehát ha valaki ebben nem hisz, akkor nem járt ennek a kérdésnek még utána. De nagyon egyszerű. Erre a növények a legjobb példák. Tehát mit tudom én, te mondjuk jó állapotú vagy, és volt egy szép növényed, egy virág, mondjuk egy cserepes. Fogod, odaadod egy rossz állapotú növény, rossz állapotú embernek, és akkor összekorhad a, vagy kornyad a növény, érted? És tönkre megy. És akkor mit fog mondani az illető? Hát nem szerette a lakásnak a klímáját. Nem. Az illetőt nem szerette. Az illető gondolatait nem szerette. Na most akkor onnantól kezdve gondolj bele, itt van 8 milliárd ember. 8 milliárd embernek a gondolata. És ha az embereket szánt szándékkal viszik lefele, hangulatba, tehát megnehezítik az élet körülményeit az embereknek. Mert ez van, szándékosan megnehezítik az élet körülményeit. Az embereknek tehát megnehezítik az élet körülményeiket, akkor elkezdenek negatívba fordulni. És elkezd a gondolatuk fölött átveszi a negatív gondolkodása hatalmat. Na most akkor képzeld, hogy 8 milliárd embernek mekkora energiája van. Ha egy képes arra, egy ember, hogyha nem szereti azt a növényt, akkor tönkre megy a növény. Na most akkor 8 milliárd ember milyen energiával rendelkezik, gondold végig. És ez úgy működik ráadásul, hogy a mi energiánk, tehát a 8 milliárd ember energiája, az nem csak a bolygóra hat. Hát nem azt látod, hogy szaporodnak a növények a bolygón, hanem azt látod, hogy fogynak a növények a bolygón. Most mindegy, milyen oknál fogva, most tűz vagy akármi. Egy jó állapotú embernek nem ég le a háza. Érted? Tehát egy helyesen gondolkodó embernek nem ég le a háza. Tehát ha helyesen gondolkodnak az emberek, akkor nem gyullad ki egy erdő, nem tudom, világos-e. Vagy ha helyesen gondolkodnak, ha kigyullad is, akkor jön egy eső, azt eloltja. Érted? Mert az emberek helyesen gondolkodnak. De a mi 8 milliárd ember, amelyik itt él a bolygón, annak az energiája nem csak a bolygóra hat, hanem az egész naprendszerünkre, sőt, az egész galaxisra hat. Tehát az egész galaxisunkra hat. Most akkor onnantól kezdve gondold bele, hogy ennek a galaxisnak vannak urai. Azt úgy hívják, hogy felsőbbrendű lények. De valaki csak egyben hisz, semmi gond nincs vele, én elfogadom. Higgyen abba az egyben. De akkor ő ennek a galaxisnak az ura. És azt gondolod, hogy hagyja, hogy a mi negatív gondolataink leromboljanak egy galaxist, és negatívan hassunk a galaxisra. És gondolod, hogy sokáig hagyják. Hát ezért van egy határidő. Ez a 2034-35-ös időszak. Ez a határidő. Tehát nekem volt egy
Álmom, álmomba kaptam jeleket, azóta már kapok, nem csak álmomba, de az első az álmomba jött, hogy nekünk kell PPH-soknak ezt megcsinálni. Mert itt van, illetve akkor még azt mondták, hogy itt lesz meg az a tudás, ami ahhoz kell, hogy az embereknek eljuttassuk ezt a tudást, hogy képesek legyenek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek a tudás által. Nyilván ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, nyilvánvaló, hogy ahhoz meg kell változniuk. És ott kezdődik, hogy meg kell változtatniuk a saját gondolataikat. De egy ember egy olyan környezetben, ahol az emberek nem helyesen gondolkodnak, nem tud megváltozni. Ezért nem véletlenül a mi közösségünket szemelték ki, mert ez egy közösség. És az se véletlen, hogy pont a mi közösségünket szemelték ki, mert ugye én személyesen 87 óta foglalkozok emberekkel, és 91 óta foglalkozok emberek szervezésével. Hát nem véletlenül, mert hát ha nem szervezzük meg, hogy az emberek tanulhassanak, fejlődhessenek, mintákat lássanak, együtt legyenek egy közösségben, nem szervezzük ebbe az embereket, akkor nem fognak tanulni, nem fognak fejlődni. Értitek? Tehát ami azt jelenti, hogy ezért választották ki, ezt el is mondták, hogy ezért minket választottak. Ráadásul mi politika és vallási semlegesek vagyunk. De nem számít, hogy ki milyen politikai beállítottságú, nem számít, ki milyen vallási beállítottságú. Nem számít. Jöhet közénk. Ugye itt csak olyan emberek vannak, akik már szellemileg elindultak. Tehát a szellemi fejlődés útján elindultak. Nyilván vannak, akik előrébb haladottabbak, vannak, akik kevésbé előrébb haladottak, ez nem számít. A kevésbé előre haladottak tudnak tanulni azoktól, akik előrébb tartanak már. Semmi gond nincs ezzel. Vagy akik mondjuk a szervezés terén előrébb haladottak, akik nem tudnak szervezni, azok tanulhatnak azoktól. De nekünk meg kell csinálni azt, hogy az emberek tömegesen tanulhassanak. Személyesen stadionokba. Ezért építik a stadionokat, tudod. És egyre modernebb stadionok vannak a világban. Hát azért, hogy ezt meg lehessen valósítani. Ők ezt nem tudják, de nekünk csinálják a stadionokat. Oké? Nem azért, hogy bezárjanak oda, tudod, hanem azért, hogy kibéreljük. Nagy különbség. Szóval a lényeg az, hogy nyilvánosan stadionokba kell majd előadásokat tartani, és képezni az embereket világszerte. És séma alapján. Séma. Érted? Tehát meghatározott séma. Sőt, ugye nekünk régóta van egy olyan séma, sikered építésének módszertani alapja. Sikered építésének módszertani alapja. Nem tudtátok, hogy nálunk a séma ezt jelenti? Szóval lényeg az, hogy meg kell csinálnunk a bolygón az aranykort. Meg kell csinálni. Mit jelent az, hogy aranykor? Tehát egy másfajta társadalmi forma. Nem demokrácia, nem diktatúra, nem szocializmus, nem kapitalizmus, vagy valami ilyesmi izmus, hanem ezt a társadalmi formát úgy hívják, hogy hierarchia. Hierarchia. Tehát nem demokrácia, nem diktatúra, hanem hierarchia. Az azt jelenti, hogy hierarchikus felépítésű.
Ez egy előfutár, ez a társadalmi forma, egy magasabb szintű, magasabb rendű létformához. Tehát egy magasabb szintű, magasabb rendű létformához. Ahol az ember lélek nem 80 évet tud már élni. A lélek nem 80 évet él, csak a testbe. Ugye 80 évet van ez a lélek. Tehát egy olyan test, ami mondjuk az, hogy korszerűbb. Tehát hosszabb életű maga a test. Hát mint régen volt. Hát mint régen, így van, hát régen. Hát mit tudom én, Ádám, Éva korában még ilyen több száz évig éltek. Tehát azelőtt meg még hosszabb, több ezer évig éltek. Tehát több ezer évig. Tehát az ember kinézetű lények azok képesek voltak több ezer évig élni. Egy testtel. Ugye az a lényeges különbség még, hogy szabad kibejárásod van a testbe. Nem az aranykorban, hanem egy magasabb rendű létformában. Az aranykor azt a célt szolgálná, hogy az emberek megtanuljanak teljes egészében, szeretetben, békében és boldogságban élni. Együttműködve, együttműködve, önzetlenül együttműködve. Tehát önzetlenül együttműködve. Tehát egy olyan fajta társadalmi forma, ami addig kell, hogy létezzen, ameddig az ember fel nem jut egy magasabb lelki szintre. Ez a magasabb lelki szint a küldetés szintje. Tehát amikor képes vagy teljes egészében másokért tenni. Tehát nem magadért, másokért. Érted? Tehát amikor teljesen háttérbe tudod szorítani a saját érdekeidet. Ma ez nem könnyű. Jó? Tehát ahol nincs saját érdek, csak közérdek. Érted? És ha egyik nagyon egyszerű ez. Nem egy bonyolult dolog. Gondold végig. Te a köz része vagy. Ha a köznek jó, akkor neked is. Ha mindenkinek jó, akkor neked is. Tehát ugye, nem tudom, tudjátok-e, hogy erre a bolygóra miért jöttek emberek? Ugye? Hát alapvetően két okból jöttek, azon belül vannak alokok. Tehát alokok. Nézzük az egyik fajta okot. Ide jöttek, gyakorlatilag azért, mert vagy lázadoztak a fent lévő, tehát meglévő rendszer ellen, vagy etikátlankodtak a meglévő, tehát ott a rendszerben, abban a rendszerben. Melyik a harmadik? Lustálkodtak. Lustálkodtak, igen, de hát az etikátlanság fogalom körébe tartozik. De maradjunk a lustálkodást, mert én is erre gondoltam, de... Jó, tehát lustálkodtak. Na most ez az egyik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez mind a három, ez az etikátlanság köre. Tehát azért kerültek ide sokan, mert etikátlankadtak teremtő lényként. Tehát a lelked azért került ide, mert etikátlanságukat követtél el, nem mindenki. Ti éppen nem így vagytok vele egyébként, majd mindjárt ti a másik formán miatt jöttetek. Jó, tehát a bolygón nagyon sokan a másik forma miatt jöttek, nem etikátlankodásból. De alapvetően a bolygó legrégebbi emberei azért jöttek ide, mert etikátlankodtak a magasabb létformában, és akkor azt mondták neki, jó, akkor gyertek le a földre, itt meg azt csináltok idézőjebben, amit akartok. Itt kietikátlankodhatjátok magatokat. Jó, azt nem árulták el nekik, hogy annak azért lesz következmény. Na, szóval lényeg az, hogy de végül is ez így történt, és akkor itt van a, ugye az emberiség egy része, a másik része meg azért született le,
hogy rendbe rakja itt a dolgokat, tehát segítse a lent lévőket. Na, ti ezek vagytok. Oké? Ti azért jöttetek le, hogy segítsétek az emberiséget kilábalni ebből a mocsokból, ami bekerült. És ugye alapvetően ez a mocsok, ez megnézed a, hát ugye az elmúlt, hát elsősorban évezredek, ilyen mondjuk egy évezredben volt ez a mocsok. De ugye a nagy mocsok az, az mondjuk az 1900-as évek elejétől volt. Ha jobban megnézed, tehát az első világháborútól. Hát onnan kezdődött a nagy mocsok. Ugye nem tudom, tudjátok, hogy az első világháború az hogy jött létre? Az úgy jött létre, hogy volt egy a gonosz és a jó közötti háború, űrháború. Egy űrháború volt. Itt a naprendszerben. És tehát ez a századfordulón, nem a mostani századfordulón, az előző. Egy űrháború volt, és ide lemenekültek a gonoszok közül, tehát ami azt jelenti, hogy a jók győztek, de a gonoszok közül lemenekültek a bolygóra, és a gonoszok, akik lemenekültek, átadtak technikákat az embereknek. És kirobbantották a háborút. Oké? Tehát átadtak technikát. Tehát nem egyszerre adták át, hanem fokozatosan. És azóta is a gonosz adja a technikát. De a jónak kénytelen, hogy a gonosz emberek, akik ugye hajlamosak arra, hogy gonoszkodjanak, ne vegyék át a jók fölött hatalmat, ezért a jóknak is kell adni a technikát, amit a jók adnak. Tehát amit a jók adnak, az mindig követése a gonosz technikának, nem tudom, értitek-e. És ha megnézitek, azért, azóta van ez a technikai gyors fejlődés, az első világháború óta. Mert azóta van ez a technika verseny a gonoszok és a jók között itt a Földön. Tehát szó szerint technikai verseny folyik. De ugye egyszerre nem lehetett átadni a technikát, mert hát nem tudott volna az ember vele mit kezdeni. Tehát ugye az embernek, mint tudatlan lénynek, fokozatosan kellett átadni a technikát. Mert a fejlett technikával, gondolj bele mondjuk a 1910-es években mit kezdett volna az ember mondjuk a számítógéppel. Vagy a mostani harckocsikkal, vagy a mostani repülőkkel. Semmit. Vagy a rakétákkal. Hát persze, semmit nem tudott volna kezdeni, csak kell egy fokozatosság. Tehát ezért például nézd meg a telefon kérdés, mobiltelefon kérdés. Tehát például akinek soha nem volt mobiltelefonja, adja kezébe mondjuk egy most egy okostelefont. Mit fog vele kezdeni? Semmit. Így van. Körülbelül annyit, hogy földhöz vágja, így van. Mert semmit nem fog tudni vele kezdeni. De az a személy, amelyik végigkövette a telefon fejlődését, és úgy használja most az okostelefont, annak természetes dolog az okostelefon használata. Érted? Tehát az embernek nem lehet hirtelen egy fejlett technikát adni, mert nem tud vele mit kezdeni. Látod, még az is problémát jelent nálunk, hogyha így módosítanak egy programot. De mit kezdenénk egy hirtelen, mit tudom én, hány lépéssel előrébb lévő technikával? Semmit. Hát ugyanaz, mint amikor felfedezte Nobel a dinamitot. Ugye mit kezdtek vele az emberek? Robbangattak. Gyilkoltak vele. Vagy a nukleáris fej, vagy a lőpor annak idején. Mikor a lőport föltalálták, persze. Aha, így van. Tehát lényeg az, hogy ez a fokozatosság, de ez a gyorsuló fokozatosság, ez itt van jelen, és ennek következménye. Tehát mit tudom én mondjuk, mondok példát, tudom, Amerika kapott
valami fegyvert, erre az oroszok kaptak mit tudom én, olyan technikát, hogy le tudják bénítani azt a fegyvert. Érted? Vagy mit tudom, a kínaiak kaptak olyan technikát, ami például olyan gyors tengeralattjáró, ami pár perc alatt, tehát rakétasebességgel tud a tenger alatt menni, közlekedni. Képzeld, olyan tenger alatt járó. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy pár perc alatt átér az óceánon. Tehát itt a kínaiaknak ilyen technológiájuk is van már. Ezt is kapták. Tehát ugye nem gondoljuk azt, hogy mi olyan szuper intelligensek vagyunk, hogy csak úgy kitalálunk dolgokat. Hát ezt mind kapják az emberek, de most ugye függvénye attól, hogy ő jó vagy rossz oldalt képviseli, hogy alulról kapja a technikát, vagy felülről kapja a technikát. Jó, szóval a lényeg az, hogy ha ezt így jobban megnézed, akkor teljes magyarázatot ad az arra, hogy miért nem fejlődött a technika gyakorlatilag évezredeken keresztül, és hirtelen most miért kezdett így elfejlődni 100 éve. Mert 100 éve fejlődik így a technika. Előtte alig fejlődött valamit. Jó, tehát lényeg az, hogy jutottunk ide. Ja igen, hogy rövid az időnk, és nekünk az a dolgunk, hogy az embereket először is megnyissuk, mert ez a többség, akit meg kell nyitni. De azokat mind meg lehet nyitni, akik hisznek egy felsőbbrendű lénybe. Ugye azok közt vannak elvakultak. Az a kisebb százalék egyébként az elvakult. De egy elvakulttal is megkérdezheted, jó? És a te vallásod van. Miket tanítanak? Tehát mit tudom én, tanítják-e azt, hogy és a coachképzés 24 témája közül fölteszel a kérdéseket. Tehát ezeket tanítják-e? Mit tudom, a legalapabb dolog, tanítják-e az etikát? Hogy ne tanítanák, hát a 10 parancsolatot tanítják. Aztán kemény etika. Igen, mózesi 10 parancsolat, egy olyan mózesi 10 parancsolat, hogy lejött a hegyről és megölt 3000 embert. Illetve megöletett 3000 embert. Nagyon, de ott van, hogy ne ölj. Szóval, úgyhogy, na, erről a 10 parancsolatról csak ennyi. Nem a parancsolatokkal van gond, hanem az alkalmazással. Tehát ott kezdődik, hogy az embernek tudnia kell azt, hogy az ő ártalmára mi van. És minden ember tudja, hogy az ő ártalmára mi van, nem? Hát te is tudod, hogy a te ártalmadra mi van. Mi az, amit nem szeretnéd, ha veled történne, nem? Nagyon egyszerű. De valahogy abban a 10 parancsolatból kimaradt ez a kérdés. Hát nyilvánvaló, amit én nem szeretnék, hogy velem történjen, azt ne akarjon másnak, nem? Hanem így kezdődik a dolog. De valahogy ez a 10 parancsolatban nincs benne, nem? Van egy olyan, hogy fele barátod, tudod, ne kíván, meg ne akard, stb. De ez nem teljesen ez. Vagy például, mi az, amit nem szeretnéd, hogyha elmulasztanál? Érted? Tehát, hogyha ha kimaradna az életedből, mi az, amit nem szeretnél? Hát akkor ne akard, hogy más életéből is az kimaradjon, nem? Hát ilyen egyszerű. De valahogy ez sincs benne ezek a parancsolatban. De egyébként ugye most nem fogom felsorolni az összes tudást ebben a kapcsolatban, ezért van ez a 2 hónapos coachképzésünk, amikor erről tanulunk. De most nézzük, hogy még egy jó darabig, hát még kb. 14 évig, még ez az úgynevezett pénz kérdés, ez itt valamilyen szinten befolyásolni fog téged. És ma megnézed, egy olyan világot élünk, hogy pénz egyenlő hatalom. Vagy hatalom egyenlő pénz. Minél több pénze van valakinek, annál nagyobb hatalma van. Minél kevesebb pénze van valakinek, annál kisebb hatalma van. Most egy ilyen világot élünk. Ha tetszik, ha nem. Ha nem tetszik, akkor is ilyen világot élünk.
Tehát hogyha valaki nem tanulja azt meg, hogy hogyan kell a pénzt megteremteni, ezért van a pénzteremtő coach, mitől függ az, hogy az embernek legyen elég pénze? Most gondolj bele, melyik a jobb, ha van elég pénzed, vagy ha nincs elég pénzed? Na, melyik a jobb? Ki az, aki arra szavaz, hogy az a jobb, hogyha nincs elég pénze? Tegye már föl a kezét. Most onnantól kezdve, tehát aki azt mondja ezen a bolygón, hogy az a jobb, hogyha nincs elég pénzem, akkor annak valami nem stimmel. Komolyan, itt valami belül van. Na most, ha van elég pénzed, akkor egy gonddal kevesebb van, nem? De így van? Nem azt mondom, hogy túl sok pénzed legyen, mert akkor az is gond. Érted? Hanem az, hogy elég. Nem? Tehát ahogy jut is, marad is. Tehát több van, mint amit szükséges elkölteni. Ez a lényeg. Tehát amit szükséges, annál több van, mint amit szükséges elkölteni. Tehát a szükséges az azt jelenti, hogy a szükségleteidet, ha elköltötted, akkor a fölött még marad. Világos az? Tehát legyen elég pénzed. És ha az embernek van elég pénze, akkor egy gonddal kevesebb van. Tehát én emlékszem a szüleimre, rendszeresen veszekedtek. Tehát ami azt jelenti, hogy hát míg én gyerek voltam és otthon éltem, nekem úgy tűnt, hogy ők naponta veszekednek. Lehet, hogy az csak két naponta volt. De nekem úgy tűnt, hogy hangos szó nélkül nem volt nap. Érted? Na most két dolog miatt veszekedtek. Az első a pénz volt, második én. Tehát vagy rajtam veszekedtek, vagy a pénzem, de elsősorban a pénzem veszekedtek. Az amikor már volt elég pénzük, mert elérték azt az időszakot, nem alkalmazottként egyébként mondanám, hanem vállalkozóként, tehát alkalmazottként ezt nem érték el sose, vállalkozóként amikor ezt elérték, akkor onnantól kezdve már legalább az a téma nem volt, utána csak én maradtam, tudod? Általában rajtam veszekedtek, vagy miattam veszekedtek. De ugye anyu másként látta velem kapcsolatos a dolgokat, meg apu másként látta velem kapcsolatosan a dolgokat. Ezért ugye én voltam a veszekedés témája. De onnantól kezdve jóval kevesebbet veszekedtek, mint előtte. Tehát nem árt, hogyha pénz miatt nem veszekedtek sose, nem? Tehát hogyha valakinek ez gondot jelent, hogy van egy olyan coachképzésünk, hogy pénzteremtő coach, és gondot jelent, hogy a pénzről van szó, hát akkor itt valami nem stimmel. Komolyan ezt tudom mondani. Csak azért mondom, mert most hallottam egy ilyet éppen ma. Hogy azért hagyta abban, mert én túl sokat beszélek a pénzről. Túl sokat szoktam beszélni a pénzről? Hát egyáltalán nem, szerintem. Sokkal kevesebbet, mint valaha. Igen. Tudod, mert nincs. Hát azért irritálja, mert nincs. Ha lenne, akkor nem irritálná. Hát persze, hát azért, mert nincs. Nincs pénze, vagy nincs elég pénze, hiánya van a pénznek, és ez irritálja a pénzkérdés. Akinek van elég pénze, azt nem irritálja a pénzkérdés. De ez mindig így van. Hát ez olyan, hogyha mit tudom, valaki eleget nyaral, akkor a másik meg nem nyaral sose, akkor irritálja, hogy a másik, ja, ez a téma, tudod, irritálja. Vagy mit tudom, az egyik lakik egy szép házban, a másik meg háza sincs, vagy lakása sincs. Hát persze irritálja ez a kérdés. Tehát mindig az irritálja, ami nincs. Tehát nyilvánvaló, hogyha jobban megnézzük, akkor ugye az, hogy az ember képes legyen teremteni, pénzt teremteni, létrehozni, hát ahhoz ugye nem elég az, hogy mit tudom, hogy az ember mondjuk valamennyire helyesen gondolkodik. Nem elég, de hogy majd ez hogy? Merre, meddig? Majd a második részben, jó? Ránéztem az órára, amúgy sem fér bele több. Jó, hát ha valami kérdésed felmerült az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor keresd meg azt a szemét, aki meghívott téged, illetve a vezetődet, mert itt mindenkinek van vezetője. Ha nem tudod, hogy kicsoda,
akkor hívd fel az irodát, és az irodában kérdezd meg, hogy ki az a weboldalunkon, a pph.hu weboldalunkon megtalálod az információkat, ami szükséges. Mondom, ha valami hiányérzetet támad, akkor tudunk segíteni abban, hogy több információhoz juss. Egyébként várunk szeretettel a Problem Prevention Holding, azaz a probléma megelőző nyitott közösség szervezetébe, és meg fogod látni, hogy itt jól érzed magad az olyan emberek között, akik valamennyire már elindultak kisebb-nagyobb mértékben a szellemi fejlődés útján. És végre olyan dolgokról is tudsz értekezni, beszélgetni emberekkel, aminek van értelme. És ami tud változtatni a te életeden is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után pénzteremtő coachképzésünk lesz, egészen 4-10-ig, addig is jó szünetet kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!